Szép estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. Ma esti vendégem egy nagyszerű ember. Egy nagyszerű ember, aki magyar örökségdíjas, Székesfehérvár és Fejér megye díszpolgára, Aranycsapat Alapítvány elnöke, Pro Civitate díjas. És amiről ma beszélgetni fogunk, az egy olyan misszió, ami páratlan maga nemében, a Kárpát-medencei összmagyar diákbajnokságról, azokról a fiatalokról, akik a segítségeddel megteremthetik a lehetőséget önmaguknak és mindnyájunknak, hogy éljenek a nagy magyar hittel, sporttal. Tisztelettel köszöntelek, szervusz, Kül Lajos. Szervusz, szép jó estét kívánok mindenkinek. Hát nagyon büszke vagyok, megmondom erre a dologra, és ugye kezdetén azzal indultunk, hogy Kárpát-medencei összmagyar nemzeti diákbajnokság. De mivel már ezt átléptünk a nagy vizen, tehát Kanada USA-val kapcsolatosan, most már ugye nem mondhatjuk ezt, és most már, tehát 2017-ben azt kell, hogy mondjuk, hogy idézőjében csak összmagyar nemzeti diákbajnokság, mivel egy kicsit a Kárpát-medencét már ugye elhagytuk. És természetesen tervünkben van még Dél-Afrika, tervünkben van Ausztrália, és ez meg fog történni a mindenható Isten segítségével. Hiszen szerte a világban nagyon sok magyar él, így és soha nem volt talán nagyobb szükség arra, hogy ezek a fiatalok mutassák meg, hogy mi a virtus, mi a sporton keresztül az elérhető számára, és persze a művészeteken keresztül, hiszen ezt nem hagyhatjuk ki. Honnét jött az első gondolat, Lajoskám, hiszen azt hiszem, hogy a semmiből indultál egy gondolatból, aztán most már szárnyal ez az egész történet. Hát, ugye szomorú történelmünk, tehát egyértelmű, hogy ami Trianonban történt, az, hogy mondjam, hát az egy katasztrófa volt, az egy diktátum volt, azt nagyon nehezen lehet megemészteni. A történelemben soha nem fordult az elő, hogy kérem, egy országos minden oldalon saját magával határos. Hát ez volt az alap. Na most arra gondoltam, hogy tényleg csodálatos éveket kaptam a mindenható Isten segítségével a labdarúgástól. Kezdve a Videótontól, kérem, a jó Isten tudja, Buffalón keresztül Brűzsig, vagy Kismartonig. Tehát bejárattam az egész világot. Akkor bejárattam az egész világot, amikor duplán védve volt, be volt kerítve ez az ország. Az egész béketábor be volt kerítve. Tehát féltették az emberkéket, kérem, az úgynevezett Vadnyugattól. Tehát akkor hihetetlen lehetőség vagy lehetetlenségek közül is bejárattam az egész világot is, és tudom, hogy hol milyen magyar közösségek vannak. Jártam is, és meglátogathattam az ausztráliai magyar közösségeket. Fantasztikus közösségek vannak Sydneybe, Melbournebe, Adelaidebe, Newcastlebe. Bejárattam az egész Dél-Amerikát. Tehát egyik országból a másikba úgy jártunk, mint Budapesten egyik kerületből a másikba. Láthattam a csodálatos Rio de Janeiro-t, ami majdnem olyan szép, mint Budapest. Majdnem olyan szép. Csodálatos. Akkor láthattam Argentinát. Láthattam Chilét, láthattam az inkák mesés kincseit, kérem, Peruba. Hát fenn voltunk 3500 méter magasan. Láthattam azt a helyet, ahol kérem az utolsó inka uralkodót ott börtönbe vetette Francisco Pizarro, kérem a spanyol konkvisztádor, és amikor börtönbe vetette, közölte az egész birodalommal, kérem, hogyha a börtön celláját telehordják aranykincsekkel, gyémántokkal, aranyokkal, mindennel, akkor szabadon engedi, kérem, Atahualpát, az inka vezért. És megtörtént ez, és kérem, ennek ellenére sajnos az történt, hogy telehordták mindenféle gyönyörű kincsel, arannyal, drága kövekkel, minden, ennek ellenére se bocsátott a szabadon, ellenkezőleg kivégeztette őket. Francisco Pizarro, kérem, Limába, a fővárosba el van temetve, Atahualpát meg nem tudják, hogy hol van. Nos, tehát győztesek írják a történet. Világos, innét jött a gondolat, hogy azt a kincset, ami viszont nekünk megmaradt, az a magyaros lendület, virtus, a tehetség azt megmutatni, függetlenül attól, hogy valaki ezen a 93 ezer négyzetkilométeren él, vagy kényszerűségből ezen túl. Na pontosan, ugye azok az emberek, akik hát ugye a Trianon következtében határon kívülre kerültek, hát ők nyilvánvalóan, tehát Mátyás király Kolozsvárja, Márai Kassája, Kosztolányi kérem Szabadkája, egyszer csak egyik napra a másikra ugye idegenbe került. Na most nekünk, én szerintem minden generációnak megvolt a kötelessége, megvolt a teendője, nekünk is megvan. Én szerintem én úgy gondoltam, amennyi ajándékot kaptam a mindenhatótól, kérem bejárattam az egész világot, amit említettem neked, kutya kötelességem, hogy a lehetőségem szerint segítsek ezen. És én szerintem, sőt, meg vagyok erről győződve, a sport az egy rendkívül jó közvetítő eszköz. Kitűnő kapocs és kitűnő összekötő. És bebizonyosodott ez. Én azt mondtam, azt gondoltam, hogy megpróbáljuk sporttal egyesíteni a nemzetet.
hit, azt mondtam, hogy hittel, kultúrával, sport, hittel, azért mondtam, hogy ebben nem is lehet demokrácia. Egyetlen egy lépést nem teszünk a mindenható Isten nélkül. Mindenható Isten jelenléte nélkül. Ha őt kérjük, fővédnőket kérem, akkor egyszerűen nem tudunk veszíteni. Ez így rendben. Tehát nem tudunk veszíteni, kérem. Segíts magadon, a jó Isten is megsegít. És a csodák csodáinak csodáit éljük meg. Fantasztikus történések voltak a kezdettől, a dél-afrikai megméretetésünk, ahol bajnokok lettünk, kérlek szépen, egészen odáig, hogy most már tulajdonképpen majdhogy az egész világ magyarságát meg tudtuk szólítani, és nagyon sokan, kérem, már csatlakoztak a mozgalmunkhoz. Hogy találtál társakat magadnak ehhez a misszióhoz? Hiszen ez egy olyan küldetés, ami nagyon-nagyon fontos. Csalódni a gyermekfővel szörnyű, és hála Istennek a vezetéseddel kialakult egy olyan csapat, aki ezt a csalódást messze elkerülte. Hála Istennek! Óriási fontos dolog volt a kezdetén. 2002. decemberében csináltuk az alapító okiratot, tehát egy jogi hátteret, Aranycsapat néven. Aranycsapatot azért választottam alapítványunk nevűül, mert óriási nagy tisztelettel övezem azt a tettet. Hát, hogyha elemezzük a 20. századot, úgy mondják, hogy két dolgot ismernek Magyarországra a 20. században. Puskás öcsi Kocsis Sándor vezette Aranycsapatot, és az 1956-os pesti srácokat, meg egyáltalán a 56-os fantasztikus forradalom történet. Ezt a két dolgot. Na most én úgy gondoltam, hogy Aranycsapat alapítvány legyen tényleg a Puskás öcsék tiszteletére, akik tényleg egy világot tettek boldoggá, és akkor ezen az úton elindultam. Óriási segítség volt, megmondom a rajtnál is már, hogy dr. Mádi Ferenc, a regnáló köztársasági elnök mellénk állt. És egy köztársasági elnök mellénk áll, ugye, hát sajnos akkor vörös idők voltak, kérlek, kommunista idők voltak, szocialista idők voltak, ők nem nagyon foglalkoztak határnutúli magyarokkal, ellenben a köztársaság elnöke maximálisan mellettünk volt, és Lajos azt mondta, ez csodálatos, csinálni kell, segítelek, melletted vagyok, bármiben tudok segíteni, ott vagyok. Ott volt minden rendezvényünkön, ott állt, Sziklaszirádon. És mi tudtuk, ott volt Puskás öcsi, ott voltak több Balcó Bandi, ott volt Gyarmati Dezső, ott volt Grosics Gyula, ott volt Buzánszky Jenő. A fantasztikus emberek vettek körül, és akkor mondtam, ezekkel az urakkal nem tudunk veszíteni. Mi győzelemre vagyunk ítélve. Mindenható Isten velünk van, ők velünk vannak, kérem, és akkor elindultunk. A labdarúgás, asztali tenisz, kézilabda, sakk, birkózás, irodalmi történelmi vetékelők is. Irodalmi történelmi vetékelők azért mondom, mert hogy tanítani akarjuk hazafiassága, Isten is hazaszeretetre. Ilyen nincsen, az nem lehetséges, hogy enélkül tudunk létezni. Hogy lehet ezt esztendőről esztendőre kiegészíteni? Konkrétan. Például, hogy néz ki ez a irodalmi történelmi vetékelők? Minden évben az adott történelmi esemény. Például most Szent László év van, Arany János év van, a pozsonyi csata éve van, 907-ben volt akkor. Hát óriási, hogy mondjam, szégyen teljes dolognak tartom, hogy 2007-ben nem volt országos megemlékezés erről. Holott ez a csata nincs, lehet, hogy nem is ezt a csatát elveszítjük, hogy Árpád fejedelem és a gyermekei segítség vezetésével. Ha ezt elveszítjük, akkor lehet, hogy nem tudunk itt magyarul beszélni. Egyetlen. Óriási jelentőséggel bír, hiszen, és mi emlékezünk erre. Igen, hiszen ha azt mondjuk, mindenki Muhiról, Mohácsról beszél, nem pedig az volt, nekünk, ez volt, nekünk kérem, a Pozsonyról kell beszélni, egyetértek és kellett. Kérem, most is tárgya lesz ez a történelmi vetélkedik, és tudni kell mindent. Aki nem tudja ezeket a dolgokat, az viszont a válaszokból, mert történelmi vetélkedőről van szó, válaszokból megtudja, hogy kik voltak a főszereplők. Tehát három gyermekét elveszítette Árpád fejedelemot, sőt, ő maga is kapott egy olyan sebesülést, minek következtével életét vesztette. No, akkor essék szó arról, hogy milyen tervek vannak konkrét a közeljövőre vonatkozó tervek. Állandó jelleggel, hát bővítjük. Hát futballal kezdtünk, két korosztályban, általános iskolás, a középiskolás. Utána jött aztán asztali tenisz, a kézilabda, a sakk, a birkózás, irodalmi történelmi, és most szeretnénk atletikával, szeretnénk kosárlabdával, szeretnénk tovább, de step by, tehát lépésről lépésre. Amit a főnicsiek kitaláltak, azért a szükséggel tették. Anélkül nem tudunk. Tehát meg kell teremteni először az anyagi át, és akkor tudunk lépni, és fogunk lépni. Nyilván mindig próbáljuk fejleszteni, különböző támogatóknak a bevonásával teljesen az egész magyar világot szeretnénk, és fogjuk. Említetted a Szent László emlékévet, és az aranybullai időszakot. Arany János évforduló, 200. évforduló, tehát azt hiszem, hogy ez is fontos. 1817-ben született, hát a legfontosabb dolgokat tudni kell róla. Tehát ki volt, tehát a Toldi írója, akkor kérem a Velszi bárdok. Hát most a Velszi bárdokat játszották Cardiffba. Hát magyarok többet tudnak, kérlek szépen, Edward királyról, mint a velsziek ott.
Igen. Hát most akkor köszönhetően Arany Jánosnak. No, maradjunk, hála Isten. Maradjunk a sportnál. A következő esztendőre milyen terveid vannak? Atletikát mindenféleképpen. Egy dolgot még szeretnék. Azért nem anyja Nikolics is többek között. Ja igen, Nikolról beszéljünk. Nem anyja Nikolics is többek között a mi társaságunkból jött ki, tehát a mi bajnokságunkból. Igen, az Gólkirály volt az elsőben, kérem szépen, és nem anyja Nikolics, könyves, stb., aki játszik a Debrecenben, sorolhatnám tovább. Sőt, mi több, van egy világbajnokunk is, asztalitenyi, Tápai Éva, aki most jelen pillanatban az új-zélandi asztalitenyi szövetségnek egyik vezető tisztségviselője. Tápai Éva, kérlek szépen, zentam elő. Ahogy Nikó is. Igen, no. Pontosan zenta ő is. No, tehát akkor tehát nem akar, a futball az alap, az természetes. Megvan most már a kulturális igen. rész is alapként, de miként lehet esztendőről esztendőre fejlődni? Hiszen azt mondtad, hogy támogatók most már vannak bőviben. Igen, de... hát bőviben annyian vannak, hogy szépen meg tudjuk csinálni, de természetesen a bővíteni akarunk, mindig megyek. Időm 60-70%-a azzal telik, hogy megyek támogatókért. Hála magasságos Úristennek, hogy látják a tetteket, többek között Kocsis Sándornak a Hamvainak a hazahozatalát is sikerült elintéznem, kérlek szépen, és akkor azt mondják most már a parlament, gyere, Lajos, gyere, hogyha van valami komoly dolog, látjuk, hogy teljesednek a dolgok, sőt, mi több, támogatunk. Na most, uraim, akkor menjünk együtt, mozduljunk együtt. Tehát lépjünk vízre, higgyünk. Higgyünk, ez a legfontosabb. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és hozzáteszem, hogy természetesen mi a magunk eszközeivel igyekszünk segíteni. Köszönöm szépen előre is. És hát akkor Isten áldásával még egyszer köszönöm mindannyiunk nevében, soha nem volt nagyobb szükség erre. Köszönöm és azt gondolom, hogy jó kezekben van a Kárpát-medence összmagyar most már, összmagyar diákbajnokság gondolata és a megvalósítás is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most Székesfehérváron lesz. Kedves nézőink, az esti mérleget látták, vendégem Külajos volt, és ahogy megtudhattuk, jó kezekben van az összmagyar diákbajnokság ügye. Úgyhogy ezzel búcsúzom, köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Minden jót!